A sátorhalyi újhelyi korányi lakótelepen már több éve problémát jelentett a parkolás, a parkolóhelyek és a garázsok száma. Meglehetősen kevés volt az ott élők és a jelenlévő autók számához viszonyítva. Ezt a problémát igyekezett orvosolni az önkormányzat azzal, hogy több mint 10 személygépkocsi kényelmes elhelyezésére szolgáló parkolósávot alakított ki. Ez egy gondot megold a parkolási problémát, ugyanis itt az itt lakók nem tudtak nagyon hol parkolni, különösen itt a 10-es bérházban lakók. Most itt egy olyan 10-12 autó körülbelül elfér, a parkoló az már majdnem 100%-ba kész van, még itt oldalt kell egy kicsit kitölteni, úgy látom, feltölteni a parkolósávot. Az önkormányzat saját forrásból valósította meg a beruházást, a parkolókat burkoló térköveket a városellátó szervezet gyártotta, és a kivitelezői feladatokat is a szervezet végezte el. A fejlesztés ezzel nem ért véget a lakótelepen, mondta el a város ezen részének önkormányzati képviselője. Itt a bérházak előtt a betont ki akarjuk egyenlíteni, hogy a babakocsival meg az idősebbek is nyugodtan tudjanak járni egy másfél méteres távolságban. Egy kitöltő anyaggal, amit azért nem befejeztük volna ez éven, csak azért nem fejezzük be, mert a távhő vezetékcserét fog végrehajtani. Annak még nincs értelme, hogy megcsináljuk a betont, utána felbontsák, és utána újból kelljen majd visszarakni az anyagot. A 8-as tömbben élők azon kérése is meghallgatásra került, hogy a szeméttároló konténernek, mely korábban a zöld területen volt elhelyezve, alakítsanak ki egy szilárd burkolatú szigetet. Ezt a parkolók építésével egyidejűleg készítették el.